Harmadik alkalommal rendezték meg a 2019-ben életre hívott Szatmár Bereg Akadémia műhely munkaprogram sorozatát. Az esemény ötletét korábban a Lubi Társaság vetette fel, majd azt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem közösen meg is valósította. A pandémia miatt az elmúlt két évben nem tartották meg a vándorkonferenciát, pénteken azonban újra lehetőség nyílt arra, hogy egyetemi előadók számoljanak be a szatmári és beregi térség elmúlt évszázadairól. Ez azért egy, hogy mondjam, egy példa is lehet más térségek számára, hiszen a végső cél az lenne, hogy minden egyes térségnek, akár a nyírségnek, akár a szabolcsi térségnek, vagy a rétköznek, ott meglegyenek azok a szakmai műhelyei, azok a helytörténeti kis konferenciái, rendezvényei, amelyel meg tudják erősíteni azt az identitást, azt a szülőföldhöz való ragaszkodást, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos egyrészt a mindennapi életünkben és abban a munkában is, amellyel a jövőt igyekszik építeni mindenki a saját közösségében. A Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese arról beszélt, az ország más részein élőknek is érdemes megismerniük a szatmári és a beregi értékeket. Ebben szeretne segíteni a megye egyetlen felsőoktatási intézménye is az akadémián keresztül. Ez a terület kiemelten fontos lehet akár beiskolázási körzet szempontjából, akár pedig ugye az itt lévő értékek megtartása szempontjából is. És ugye a Nyíregyházi Egyetem szeretné, hogy ehhez a területhez köthető kutatók, oktatók, illetve más szakemberek ismereteket közvetítsenek az érdeklődők számára, akár közvetlenebb, kötetlenebb formában is. És mindenképpen ugye ez a térségnek egy mozgatóhajtó rugója lehet a későbbiekben. Vinai Győző történész egyik legfontosabb kutatási területe a 20. század első fele. Előadásában az 1920-as trianoni békediktátum okait és Szabolcs-Szatmár Bereg megyére gyakorolt hatásait taglalta. A trianon kérdése az izgatja a történészeket, különösen itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, mert Szatmár megyének egy jelentős része elkerült, Beregnek szintén egy jelentős része elkerült, még Ungugocsát is ide tehetném. Szabolcsnak nagy része megmaradt, csak egy nagyon pici rész került el északon ettől a megyétől. Tehát valójában Szabolcs-Szatmár Bereg megye, ilyen nevű megye nem is lehetne Trianon nélkül. Tehát bennünket érintett ez a határon túli kapcsolatok, a kisebbségbe került magyarság sorsa, de most történészként azt szeretném bemutatni, hogy mi is okozta, hogy Magyarország az első világháború végén a versailles-i békerendszer részeként a trianoni békediktátumot kapta. Az eseményen elhangzott, az akadémia szeretne a közeljövőben újabb helyszínre eljutni. A térség múltjának megismertetésével és a helyiekkel való párbeszéddel ugyanis a fejlesztések is könnyebben tervezhetőek a szatmári és a beregi településeken.